Folyamatosan töltik fel a már kint levőket, és úszó szólóládákat is elhelyeznek az önkormányzat munkatársai Szekszárd közterületein. A városüzemeltetési feladatok sorában a téli időszakban ez az egyik legfontosabb munka, de nem csak az zordabb időjárás ad sok feladatot a zöld brigád tagjainak, hanem az utcák tisztán tartása is. A falevelek összesöprése és elszállítása is a napi rutin része. Ezekről a település alpolgármestere beszélt sajtótájékoztatón. Nagyon sok része megtörtént, de volt olyan hely, ahova többször vagy később vissza kellett menni. Sajnos még januárra és itt február elejére is maradtak ezekből a dolgokból. Az önkormányzat külön e-mail címet is létrehozott, ahova a városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentéseket várják. Ha valaki például sószorúládát kérne egy utcába, esetleg valahol sok a lehullott falevél, vagy kiégett egy köztéri izzó, akkor ezt a műszakukat szekszárd.hu e-mail címen lehet írásban jelezni, vagy telefonon lehet hívni a 74-es körzet 504-107-es telefonszámot. A zöld brigád tagjai pedig igyekeznek minden észrevételre a lehető leggyorsabban reagálni. A városüzemeltetés munkatársai ezek mellett a következő hetekben a helyi önkormányzati intézmények karbantartási munkálatait is elvégzik. Itt megemlítem a Mérei utca, Kadarka utcai szociális otthont, a városi bölcsödét, óvodákat, és februárban szintén az óvodákban dolgoznak a festőbrigádok. Természetesen a tervezett munkák mellett az akut felmerülő problémákra is reagálnak, meg fogják oldani. Szekszárdon a szakemberek már most készülnek a tavaszi esőzésekre is, ezért az árkokat is elkezdték kitisztítani. Emellett a napokban kezdődött meg a térfigyelő kamerarendszer éves karbantartása is. A polgármesteri hivatal munkatársai az ezekkel kapcsolatos lakossági észrevételeket is várják e-mailen, vagy pedig telefonon.